tenger alatt járó tervrajza. Levelet hozott egy külön futár. Poirot elolvasta, és közben izgalomtól és érdeklődéstől csillogott a tekintete. Pár kurta szóval elbocsátotta az embert, majd felén fordult. Hamar csomagoljon be egy táskát, barátom! Sárplözbe megyünk! Összerezzentem Lord Elové híres vidéki kastélyának említésére, a Védelmi Minisztérium új vezetője, Lord Eloway a kormány prominens tagja volt. Korábban, még mint Sir Ralph Curtis, egy nagy műszaki vállalat fejeként szerzett nevet az alsóházban, s ma már úgy emlegették, mint a jövő emberét, akit minden bizonyjal felkérnek új kormány alakítására, ha a Mr. David Mekedem egészségi állapotáról szóló híresztelések igaznak bizonyulnak. Jókora Rolls Royce várt ránk odalen, s amint belesiklottunk az éjszakába, kérdésekkel halmoztam el poárót. Mi az ördögöt akarhat tőlünk ilyen későn? Éjjeli fél tizenkettő volt. Poáró megrázta fejét. Kétségkívül nagyon sürgős lehet a dolog. Emlékszem, mondtam, ráv Curtis néhány évvel ezelőtt valami csúnya botrányba keveredett. Részvénycsalás, vagy efféle? A végén teljes egészében tisztázták a vád Lehet, hogy megint ilyesmiről lesz szó? Ez esetben alig, ha volna szükséges, ének évadján értem küldenie barátom. Ezzel egyet kellett értenem, s az út hátra lévő részét csendben töltöttük. Londont magunk mögött hagyva, a nagy erejű gépkocsi gyorsított, és alig egy óra múltán megérkeztünk Sárplöszba. A méltóság teljes komornyik tüstént a kis dolgozó szobába vezetett bennünket, ahol Lord Elové várt ránk. Felpattant és elénk jött. Magas, sovány férfi volt, erő és energia sugárzott belőle. – Monsieur Poirot, örülök, hogy látom. Már másodszor kéri segítségét a kormány. – Igen, jól emlékszem, mekkora szolgálatot tett nekünk a háború alatt, amikor a miniszterelnököt olyan döbbenetes módon elrabolták. Mesteri következtetései, és hozzáteszem, diszkréciója, megmentették a helyzetet. Poáró szeme felcsillant. Jól értem, Milor, hogy most is diszkrécióra lesz szükség. De mennyire? Sir Harry és én, oh, engedje meg, hogy bemutassam, Sir Harry Verdél Tengernagy, az admiralitás első lordja. Monsieur Poirot és uh, Hastings kapitány. Sokat hallottam már magáról, monsieur Poirot, mondta Sir Henry kezet rázva. Egészen érthetetlen ez az ügy, és igen hálásak lennénk, ha megoldaná. Rögtön megtetszett nekem az első lord, igazi, ódivatú, tagba szakadt tengeri medve. Poirot kérdőn nézett rájuk, és Elové -E belefogott a történetbe. Természetesen ez az egész mód felett bizalmas természetű, Monsieur Poirot. Igen komoly veszteségünk van Ellopták az új Z-típusú tenger alatt járó tervrajzát Mikor történt? Ma este, alig három órája Bizonyára megérti, Monsieur Poirot, mekkora katasztrófa ez A veszteségnek nem terjedhet híre Elmondom a tényeket, amilyen tömören csak lehet Hétvégi vendégeim a következők a tengernagy, felesége is fia, továbbá Mrs. Corrad, akit londoni társasági körökben jól ismernek. A hölgyek korán lefeküdtek, tíz óra körül, akárcsak Mr. Leonard Verdale. Sir Harry részben azért jött el hozzám, hogy megvitassuk ennek az új típusú tenger a gyártását. Ezért megkértem Mr. Fitzroyt, a titkáromat, hogy vegye ki abból a sarki szévből a tervrajzot, és más idevágó dokumentumokkal együtt helyezze az asztalomra. Eközben a tengernagy és én felalás a teraszon, szivarozva és élvezve a meleg júniusi levegőt. A füstölés és beszélgetés után úgy döntöttünk, munkához látunk – Amint a terasz túlsó végéről visszafordultunk, mintha egy árnyat pillantottam volna meg kiosonni ezen a francia ablakon, és tovább tűnni a teraszon át. De valójában ügyet se vetettem rá. Tudtam, hogy Fitzroy ideben van, és eszembe sem jutott, hogy bármi baj történhetne. Nos, ez az én hibám. Minden esetre visszajöttünk a teraszon, és beléptünk ebbe a szobába a francia ablakon át, épp amikor Fitzroy is belépett az előcsarnokból. Mindent kirakott, amire szükségünk lehet, Fitzroy? kérdeztem. Úgy vélem, igen, Lord Elové. A papírok az asztalán vannak felelte ő. Azután jó éjszakát kívánt nekünk. Várjon egy percet mondtam az asztalhoz lépve lehet, hogy szükségem lesz még valamire, amit nem említettem. Gyorsan átvizsgáltam az asztalon heverő papírokat. A lényegről elfeledkezett Fitzroy mondtam. A tenger alatt járó tervrajza nincs itt. Ott kell, hogy legyen legfelül, Lord Elové De hát nincs, mondtam az iratokat forgatva. Alig egy percet tettem oda. Minden esetre most nincs itt, mondtam én. Fitzroy értetlen arccal közelebb jött. Az egész dolog hihetetlennek tűnt. Felforgattuk az asztalon lévő papírokat, átkutattuk a széfet, de végül bele kellett törődnünk, hogy a tervrajz eltűnt. Mégpedig az alatt a három perc alatt, amíg Fitzroy nem volt a szobában. Miért ment ki a szobából? kérdezte gyorsan puáró. Én is pontosan ezt kérdeztem, kiáltott a Sir Harry. Nos, mondta Lord Elové, éppen amikor végzett a papírok elrendezésével, női sikolyt hallott, kirohant az előcsarnokba, Mrs. Korrát francia komornáját pillantotta meg a lépcsőn. A lány igen sápatnak és feldultnak látszott, és kijelentette, hogy kísértetet látott. Egy tiszta fehérbe öltözött magas alakot, amely hang nélkül mozgott. Fitzroy kinevette, és többé-kevésbé udvariasan rászólt, hogy ne butáskodjék. Aztán visszajött a szobába, éppen amikor mi is beléptünk a francia ablakon. Teljesen világos, mondta Poáró elgondolkodva. Az egyetlen kérdés az, vajon bűntárse a komorna. Előre eltervelten sikoltott, -e, miközben társa odakin bujkált, vagy az illető csupán valami kedvező alkalomra várt ott. Felteszem, hogy férfi volt, akit látott, és nem nő. Nem is tudom, monsieur Poirot, csak, csak egy árny volt. A tenger nagy akkorát horkantott, hogy mindannyian ránéztünk. Monsieur l'amiral, közölni akar velünk valamit, azt hiszem, mondta csendesen mosolyogva Poirot. – Ön is látta ezt az árnyat, ször Harry? Nem, nem láttam, vágta rá a tenger és nem látta Elovay sem. Talán csak meglódult egy faág, és később, amikor felfedeztük a lopást, rögtön arra gondolt, hogy valaki átsuhant a teraszon. A képzelete játszott vele, ennyi az egész. A közvélemény szerint nincs valami nagy képzelő erőm, mosolyodott el Lord Elovéi. Ostobaság, mindenkinek van képzelő ereje, Minnyáján el tudjuk hitetni magunkkal, hogy láttunk valamit. Én egész életemet a tengeren töltöttem. A látásom bárki szárazföldi felveszi a versenyt. Én is arra felé néztem, végig a teraszon. Ezért nekem is ugyanazt kellett volna látnom, ha lett volna ott valami. Egészen felizgatta magát. Poáró felállt, és az ablakhoz sietett. Megengedik? kérdezte. Ennek a végére kell járnunk. Kiment a teraszra, mi pedig követtük. Elem lámpát húzott elő a zsebéből, és végigvilágított vele a terasz szegélyező pázsit szélén. – Hol vágott át az illető a teraszon, Milor? – kérdezte. – Az ablakkal szemben, úgy rémlik. Poáró néhány percig ide-oda világított, végigjárta az egész teraszt és vissza. Azután eloltotta a lámpát és kiegyenesedett. – Sir Harrynek igaza van? – Ön téved, Milor, mondta halkan. Este nagy eső volt, aki átment ezen a pázsiton, annak nyomot kellett volna hagynia. Már pedig nincsenek lábnyomok. Egyáltalán nincsenek. Tekintete egyik arcról a másikra vándorolt. Lord Elovey tanácstalannak, hitetlenkedőnek rém lett, a tenger nagy elégedetten szusszantott. Tudtam, hogy nem tévedek, jelentette ki az én szemem nem csal. Maga volt a becsületes, vén tengeri medve megtestesülése, muszáj volt mosolyognom rajta. Így hát rá kell térnünk a házban lévőkre, mondta nyájasan poáró. Menjünk is be. Nos, Miller, miközben Mr. Fitzroy a lépcsőn álló komornával beszélt, megragadhatta-e valaki az alkalmat, hogy az előcsarnokból belépjen a dolgozó szobába? Lord elové a fejét rázta. Lehetetlen, ahhoz el kellett volna mennie a titkárom mellett. És Mr. Fitzroy, ő benne teljesen megbízik? Lord elové elvörösödött. Tökéletesen, Monsieur Poirot. A titkáromért kezeskedem. Ki van zárva, hogy bármi módon belekeveredett ebbe a dologba? Mintha mindenki volna zárva itt, jegyezte meg szárazon Poirot. Lehet, hogy a tervrajz apró szárnyakat növesztett, és elhussant. Kompszá! És fújt egyet a szájával, mint valami mulatságos kerúb. Ez az egész egy merőképtelenség, mondta ingerülten Lord Elové. De nagyon kérem, Monsieur Poirot, még álmában se gyanúsítsa Fitzroyt. Hiszen gondolja csak el, ha meg akarta szerezni a tervrajzot, mi sem lett volna egyszerűbb, mint hogy lekopírozza, ahelyett, hogy az ellopásával bajlódna. Milor, felelte helyeslően Poirot, ez bizony bien just észrevétel. Látom, rendszerezett és módszeres az agyműködése. Langlöther boldog lehet, hogy ön a szolgálatára áll. Lord Elovét egészen zavarba hozta ez az áradozás. Poáró visszatért a lényegre. A szoba, amelyben az egész este folyamán üldögéltek. A szalon, igen, annak is a teraszra nyílik az ablaka, mert emlékszem, azt mondta, önök arra felé mentek ki. Lehetséges, hogy valaki az szalon francia ablakán áttávozott, és úgy jött be ide, amíg Mr. Fitzroy távol volt, és ugyanúgy is tért vissza? De azt észrevettük volna, tiltakozott a tengernagy. Nem, ha éppen háttal voltak feléje, és a másik irányba sétáltak. Fitzroy csak pár percig volt távol a szobából, és annyi idő alatt mi is visszafordultunk volna a terasz másik végéből. Akkor is lehetséges, mi több, ez az egyetlen lehetőség. De a szalomban senki sem volt, amikor mi kimentünk, mondta a tengernagy. Lehet, hogy utána ment be valaki. Úgy érti, mondta lassan Lord Elové, amikor Fitzroy meghallotta a komorna sikoját és kiment, valaki már ott rejtőzött a szalomban, be és kirohant az ablakokon, azután végképp távozott a szalomból, amikor Fitzroy visszajött ide a dolgozó szobába. Ismét a módszeres elme, hajolt meg Poáró. Tökéletesen fogalmazta meg a dolgot. Az egyik cseléd netán? Vagy az egyik vendég? Mrs. Korrád komornája sikoltott. Mit tud mondani nekem Mrs. Korrádról? Lord Elové egy percig gondolkodott. Mint említettem, társasági körökben jól ismerik. Ez annyiban igaz, hogy nagy esélyeket ad, és mindenütt vendégül látják. Arról azonban keveset tudni, igazából honnét származik, és milyen a múltja. Feltűnően sokat forog diplomáciai és külügyi körökben. A titkos szolgálatot érdekli is, hogy miért. Értem, felelte Poáró. És ön azért hívta meg a vikendre, hogy, mondjuk így, közelebbről is szemügyre vegyük. Parfait mon. Csak éppen lehet, hogy rosszul sült el a dolog. Lord Elové kényelmetlenül fészkelődött, Poáró pedig folytatta. Mondja csak, Milor, történt említés a hölgy jelenlétében a témáról, amelyet ön és a tengernagyúr megvitatni készült? Igen, ismerte be Lord Elové. Sir Harry azt mondta, és most lássuk azt a tenger alatt járót, munkára, vagy valami effélét. A többiek távoztak a szobából, de a hölgy még visszajött egy könyvért. Értem, mondta gonterhelten poáró. Milor későre jár, de az ügy nem tűr halasztást. Szeretném kikérdezni a társaságot most rögtön, ha lehetséges. Természetesen, felelte Lord Elovéi. A kellemetlen csak az, hogy az egészből a lehető legkevesebbnek szabad kiszivárogni. Természetesen Lady Juliet Verdél és az ifjú Leonard e szempontból nem okoz problémát. Mrs. Korráddal azonban, ha nem bűnös, már más a helyzet. Talán csak annyit közöljön vele, hogy eltűnt egy fontos irat, de konkrétan ne nevezze meg, és az eltűnés körülményeibe se menjen bele. Magam is erre gondoltam, mondta szélesen mosolyogva hozzá Méghozzá három esetben, a tenger nagyúr bizonyára megbocsát, de még a legkiválóbb feleség is. Semmi baj, mondta Sir Harry. Minden nőnek eljárhat a szája. Bár Juliet többet bridgezik, mint amennyit beszél. De hát ilyenek marapság a nők, csak a tánc, meg a kártya. Felkeltem Julietet és Leonardot, jó, Elové? Köszönöm. Én pedig hívom a francia komornát. Monsieur Poirot bizonyára beszélni akar vele. Azután a komorna felébresztheti úrnőjét. Megyek, de addig is beküldöm Fitzroyt. Mr. Fitzroy sápat, sovány, merevarcú fiatalember volt, cvikkert hordott. Vallomása szinte szóról szóra egyezett azzal, amit Lord Elové már elmondott. Magának mi az elképzelése, Mr. Fitzroy? Mr. Fitzroy vállat vont. Valaki aki tisztában volt a dolgokkal, bizonyára oda várt a kedvező alkalomra. Az ablakon keresztül láthatta, mi történik, és beosont, amikor én kimentem. Kár, hogy Lord Elové nem vette üldözőbe, amikor észrevette, hogy távozik. Poáró nem igazította ki, ehelyett megkérdezte tőle. Elhiszi a francia komorna történetét, hogy kísértetet látott? Ugyan, hogy monsieur Poáró. Úgy értem, hogy tényleg ezt képzelte? Hát, azt nem tudnám megmondani. Tény, hogy feldultnak látszott. Mindkét kezével a fejét fogta. Aha! Kiáltotta a poáró, mint aki fontos felfedezést tett. Valóban? És bizonyára csinos a kislány. Én nem vettem észre, felelte megróva a Mr. Fitzroy. Az úrnőjét gondolom nem látta. Ami azt életi láttam, a korlátnál állt a lépcső tetején, és lekiáltott. Leoni! Azután megpillantott engem, és természetesen visszahúzódott. Tehát fenn volt az emeleten, mondta Poáró a homlokát ráncolva. Számomra persze roppant kínos ez az egész, illetve az lenne, ha a Lord Elové nem látta volna távozni ezt a férfit. Minden esetre szeretném, ha átkutatná a szobámat, és engem is. Valóban ezt óhajtja? Hogyne? Nem tudom, mit felelt volna poáró, mert abban a pillanatban megjelent Lord Elovey, és közölte, hogy a két hölgy és Mr. Leonard Verdél a szalomban várakozik. A nők bájos neglizsében voltak. Mrs. Korrát 35 év körüli, szép nő volt, aranyszőke hajú, s kissé hajlott az embompointra. Lady Juliet Verdél 40 esztendős lehetett, magas és sötét hajú, nagyon sovány, de még mindig szép, karcsú, kezű, lábú, viselkedése nyugtalan, elgyötört. Fia meglehetősen nőies alkat volt, nagyobb ellentétet, nyers, életerős apjával már el sem tudtam volna képzelni. Poirot előadta a kis mesét, amiben megállapodtunk, és közölte nagyon szeretné tudni, látott vagy hallott-e valaki bármit is az este során, ami hasznunkra lehetne. Legelőször Mrs. Korráthoz fordulva megkérte, legyen kedves beszámolni róla, pontosan mit is csinált az adott időben. Lássuk csak, felmentem a szobámba, csengettem a komornámnak. Mivel nem jelent meg, kijöttem és kiáltottam érte. Hallottam, hogy a lépcsőn beszél. Miután megfésült, elküldtem. Nagyon zaklatott állapotban volt. Olvastam egy keveset, aztán lefeküdtem. És ön, Lady Juliet? Én egyenesen felmentem és lefeküdtem. Nagyon fáradt voltam. Na és a könyved, kedvesem? kérdezte elbűvölő mosolyal Mrs. Korrád. A könyvem? Lady Juliet elpirult. Igen, tudod, amikor Leonit elküldtem, éppen jöttél fel a lépcsőn. A szalomba mentél egy könyvért, azt mondtad. Ó, oh, igen, valóban lejöttem, ezt, ezt elfelejtettem. Lady Juliet idegesen összekulcsolta a kezét. Hallottam is, korrát komornáját sikoltani, mi Lady? Nem, nem hallottam. Különös, mert éppen akkor a szalomban kellett tartózkodnia. Semmit sem hallottam, jelentette ki határozottan Lady Juliet. Poirot az ifjú Leonardhoz fordult. Monsieur? Semmi az égvilágon. Felmentem, és elaludtam. Poirot az állát simogatta. Nos, ez nem sokat segített. Mi, dámzi, misszió, végtelenül sajnálom, hogy ilyen csekéségért megzavartam álmukat. Kérem, fogadják bocsánat kérésemet. Azzal gesztikulálva és hajlongva kitessékelte őket. A francia komornával egy bájos, szemtelen képű lányjal tért vissza Elové és Verdél a hölgyekkel együtt távozott. – Mademoiselle, – mondta poáró parancsolóan, – ha az igazat, ne holmi meséket adjon elő. Miért sikított a lépcsőn? A, monsieur, egy magas alakot pillantottam meg, talpik fehérben. Poáró energikusan rázta feléje mutató ujját. Nem megmondtam, hogy ne holmi meséket adjon elő? – Hadd találjam ki. Megcsókolta, ugyebár? Mármint monsieur Leonard Verdél. – egy bien, monsieur, és ugyan mi van egy csókban? Az adott körülmények között mi sem természetesebb, felelte Gálán Sampoáró. Még jó magam vagy, akár Hastings is, de mesélje csak el, hogyan történt a dolog. Odajött jött mögém, és elkapott. Megijedtem, sikítottam. Ha tudtam volna, nem sikítok, de hát úgy lopakodott mögém, mint egy macska. És akkor előjött Monsieur le secrétaire. Monsieur Leonard felszaladt a lépcsőn. Mit mondhattam volna? Főleg egy ilyen Je szát comme mónkom mon, comme il faut, mais faut Hát kitaláltam egy kísértetet. És minden meg van magyarázva, kiáltotta derűsen poáró. Utána felment úrnője szobájába. Mellesleg melyik a szobája? A folyosón végén van, monsieur, arra. Tehát közvetlenül a dolgozó szoba fölött? Bien, mademoiselle, nem tartóztatom tovább. – De? La prochaine fois. Már ne sikítson! – kivezette és mosolyogva visszajött. – Érdekes ügy, nem de, Hastings? Már is van néhány apró ötletem. – Évú! – mit keresett Leonard Verdél a lépcsőn? – Nem tetszik nekem ez a fiatalember, poáró, Véleményem szerint nagy nőcsábász. – Egyet értek, Monami. becsületes fickónak látszik. Lord Elové legalábbis hangsúlyozta ezt. És mégis van valami a modorában, szinte túl kifogástalan, nem igaz? Én is így éreztem. Másrészt azonban barátnőnk, Mrs. Korrád, kétségkívül igencsak kifogásolható személy. És a szobája a dolgozó szoba fölött van, mondtam tűnődve, miközben árgus szemekkel figyeltem poárót. Barátom mosolyogva rázta a fejét. Nem, Monami, nem hinném, hogy ez a makulátlan hölgy leereszkedett a kéményen, vagy lemászott a balkorról. Ekkor nyílt az ajtó, és nagy meglepetésemre Lady Juliet Verdél súrran be a szobába. Monsieur Poirot, mondta kissé kifulladva, beszélhetnék önnel négy szem közt? Milédi, Hastings kapitány az én másik felem. Előtte úgy beszélhet, mintha semmi volna, mintha itt sem volna. Kérem, foglaljon helyet. A hölgy leült, továbbra is poáróra szegezve tekintetét. Amit mondanom kell, elég bonyolult. Ezt az egész ügyet maga irányítja. Ha, ha az iratokat visszaadnák, vége lenne a dolognak? Úgy értem, meg lehet csinálni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel? Poáró keményen ránézett. Lássuk, jól értem-e, madám. A kezembe helyezik a papírokat, ugye bár? És én adjam vissza Lord Elovének, de úgy, hogy ne faggatozzék, honnan vettem őket. A hölgy lehajtotta fejét. Így értettem, és ígéretet kell kapnom, hogy hogy nem kerül nyilvánosságra az ügy. Nem hinném, hogy Lord Elové a nyilvánosság elé kívánná tárni, mondta Zordonan Poirot. Tehát elfogadja az ajánlatomat? kérdezte Mohóna hölgy. Egy pillanat, Milédi. Attól függ, milyen hamar helyezheti kezembe az iratokat. Szinte azonnal. Poirot rápillantott az órára. Pontosan mennyi idő múlva? Mondjuk tíz perc suttogta Lady Verdél. Elfogadom, mi lady. A hölgy kisietett a szobából. Füttyentettem. Nos, összegezni a helyzetet, Hastings? Bridge, válaszoltam lakonikusan. Á, ah, tehát emlékszik a tenger nagy elejtett szavaira. Micsoda memória. Gratulálok, Hastings. Többet nem szóltunk, mert belépett Lord Elové, és kíváncsi tekintetet vetett Poáróra. Vannak még valamilyen elképzelései, M. Poirot? Attól tartok, elég kiábrándító válaszokat kapott a kérdéseire. Szó sincs róla, Milor. Nagyon is tanúságosak voltak. Fölösleges tovább maradnom, engedelmével vissza is térek Londonba. Lord Elové elámult. De, de hát mit fedezett fel? Tudja, kivette el a tervrajzot? Igen, Milor, tudom. Mondja csak, ha az iratokat névtelenül visszajuttatják Önhöz, ugye nem óhajt tovább vizsgálódni? Lord Elovéi nagyot nézett. Úgy érti, hogy fizetnem kell értük? Nem, Milor, minden feltétel nélkül juttatják vissza őket. A lényeg természetesen a tervrajz visszaszerzése, mondta lassan Lord Elovéi Döbbentnek és értetlennek látszott. Ez esetben ezt az eljárást javasolnám. Csak ön, a tengernagy és a titkár tud az iratok eltűnéséről. A megkerülésükről is csupán nekik kell értesülniük. Számíthat rám, én mindenben támogatni fogom. Rakja a rejtély terhét az én vállamra. Ön megkért, hogy szerezzem vissza az iratokat. Én megtettem. Ennyit tud, nem többet. Felállt és kinyújtotta a kezét. Milor? Örventem a találkozásnak. Én hiszek önben és Anglia iránti elkötelezettségében. Erős és biztos kézzel fogja irányítani az ország sorsát. Monsieur Poáró, esküszöm, hogy mindent el fogok követni ennek érdekében. Lehet, hogy hiba, lehet, hogy erény, de hiszek magamban. Mint minden nagy ember. Én is így vagyok ezzel, jelentette ki fenségesen Poáró. Néhány perc múlva az autó a kiárat elé gördült, és Lord Elové szívélyesen búcsút vett tőlünk a lépcsőn. – Ez egy nagy ember, Hastings, – mondta Poirot, amint elhajtottunk. – Van esze, leleményessége, hatalma. Angliának éppen ilyen erős emberre van szüksége, hogy az újjáépítés e nehéz napjaiban irányítsa. – Mindennel egyetértek, amit mond Poirot, de mi van Lady Juliettel? Egyenesen Elovénak fogja visszaadni az iratokat? Mit fog gondolni, ha rájön, hogy maga szó nélkül lelépett? Hastings, hadd tegyek fel magának egy apró kérdést. Amikor a hölgy beszélt velem, miért nem adta át ott helyben az iratokat? Mert nem voltak nála. Úgy van. Mennyi idejébe telt volna, hogy előhozza őket a szobájából? Vagy bármi más rejtek helyről a házban? Ne válaszoljon, megmondom körülbelül két és fél percébe. Ő mégis tíz percet kér. Miért? Nyilvánvalóan meg kell szereznie őket valakitől, esetleg érvelnie, vitatkoznia az illetővel, mire az odaadja. Nos, ki lehet ez az illető? Világos, hogy nem Mrs. Korrád, tehát valamelyik családtagja, a férje vagy a fia? Melyik a valószínűbb? Leonard Verdél azt mondta, felment a szobájába és lefeküdt. Tudjuk, hogy ez nem igaz. Tegyük fel, hogy anyja bement hozzá, és üresen találta a szobát. Tegyük fel, hogy szívében rettegés se jött le utána, mert a fia igazán nem egy római jellem. Sehol sem találja, de később azt hallja, a fiú tagadja, hogy elhagyta volna a szobáját. Arra a következtetése jut hát, hogy ő a tolvaj. Ezért jött be hozzám. Csak hogy Monami. Mi tudunk valamit, amit Lady Juliet nem tud. Tudjuk, hogy a fia nem lehetett a dolgozó szobában, mert a lépcsőn enyelgett a bájos francia komornával. Noha az édesanyja nem tudja, Leonard Verdélnek alibie van. Hát akkor kilopta el az iratokat. Szinte már mindenkit kizártunk. Lady Juliettet, a fiát, Mrs. Corradot, a francia komornát. Pontosan, használja a kis szürke sejtjeit, barátom, a megoldás ott van az orra előtt. Értetlenül ráztam a fejemet. Dehogy nem, csak kitartás, az nincs magában. Gondolja végig. Fitzroy kimegy a dolgozószobából, az iratokat ott hagyja az asztalon. Néhány perc múlva belép Lord Elové, az asztalhoz megy, s az iratok nincsenek sehol. Csupán két dolog lehetséges. Fitzroy nem hagyta őket az asztalon, hanem zsebre vágta, ám ez logikátlan, hiszen, mint Elové rámutatott, bármikor kényelmesen lekopírozhatta volna őket. Vagy pedig, a papírok még az asztalon voltak, amikor Lord Elové odament, amely esetben egyenesen az ő zsebébe vándoroltak. Lord Elové a tolvaj, mondtam döbbenten. De hát miért? Miért? Maga mesélt nekem a múltbéli botrányáról, nem? Tisztázták, azt mondta. De tegyük fel, hogy a vád igaz volt. Az angol közélet nem tűri a botrányt. Ha most előásnák és rábizonyítanák, vége lenne a politikai karrierjének. Fel kell tételeznünk, hogy megzsarolták, és az ár a tenger alatt járó tervrajza volt. De hisz akkor ez az ember egy aljas áruló, kiáltottam. Szó sincs róla. Eszes és leleményes. Tételezzük fel, barátom, hogy lemásolta a tervrajzot, de lévén kitűnő mérnök, minden részleten változtatott egy két, amitől az egész haszna vehetetlenné vált. Átadja a hamisított tervrajzot az ellenség ügynökének, bizonyára a Mrs. Korrádnak, de hogy valódisága felől nem erüljön fel kétség, úgy kell tennie, mintha a tervrajzot ellopták volna. Mindent elkövet, hogy senkire se essék gyanú a házban. Úgy tesz, mintha látott volna kimenni egy férfit az ablakon. Csak hogy beleütközik a tenger nagy makadságába. Így hát gondoskodnia kell róla, hogy Mr. Fitzroy ne keveredhessék gyanúba. Ez csak találgatása maga részéről, poáró. Tiltakoztam. Pszichológia, monami. Egy ember, aki a valódi tervrajzot adja át, fütyülne rá, hogy kire esik a gyanú árnyéka. Ráadásul miért ragaszkodott annyira ahhoz, hogy Mrs. Korrád ne értesülhessen a lopás körülményeiről? Azért, mert a hamis tervrajzot már korábban átadta neki az este folyamán, és nem akarta, hogy a hölgy megtudja, a lopásra csak később kerülhetett sor. Kíváncsi lennék, igaza van-e? Mondtam. Persze, hogy igazam van. Úgy beszéltem Elovéjjal, mint egyik nagy ember a másikkal, és ő tökéletesen megértett. Majd maga is meglátja. Egy valami bizonyos. Azon a napon, amikor Lord Elové miniszterelnök lett, egy csekk és egy aláírt fénykép érkezett a postán. A fotográfián a következő szavak álltak. Diszkrét barátomnak, Erkül Poirónak, Elovéi. Úgy tudom, a Z-típusú tenger alatt járó, nagy örvendezést keltett haditengerészeti körökben. Azt mondják, forradalmasítani fogja a modern tengeri hadviselést. Azt is hallottam, hogy egy bizonyos idegen hatalom szintén próbát tett valami hasonlónak a legyártásával, de csúfos kudarcot vallott. Én azonban továbbra is azt hiszem, Poáról csak találgatott. Egyszer még túlzásba fogja vinni a dolgot.